De valami bak kéne, nem? Norbénak kell valami bak. Elkezdjük építeni hátul a hostelnek a kerítést. Drótot húzzunk ide, először meg kell csináljuk hozzá a kaput, ami majd bejárunk, meg kijárunk. Egyszer összeszegerem. Jó. Egyébként nem mond hülyeséget, Jani, már most beleként tegyük a drótot. Jó. Mert akkor ez már rászögelem, akkor közte lesz a két deszka között. Ez megy el a deszka végére, ez a... Ne, arra. Ez megtartja. Biztos? De. Átmegy a szög ott teljesen. Ja, még erre a drótra egy... Még egyet. Beszabunk oda pont. De itt van a szélítő 3 centi. Nem van. Kettő, 52,5. Kettő, 48,5. Oda lépj, Jani, arra sarkát. Ez 2,50. Még egy kicsit vékonyabb. 2,50, egy kicsit több. 2,50. Így ad elégszög. Aj, de gyönyörű. Szerintem próbálj meg itt is azt, hogy szögeljük le az egyik felét. És aztán feszítsünk rá, tudod, hogy mind az előbb a dróttal, akkor így is feszes lesz. Elég jó lett, de még egy kicsit akkor feszítünk, mert még jobb lesz. Úgyhogy csak ezt az odrát szögeljük le, egyszer, Jani. És utána húzunk. És utána meghúzzuk azt a felét, és akkor úgy. Kiadja. Nem véletlen. Tiszta asztalos mester vagyok. Jó. Hozom fúrót, zsanért, csavar. Fogjuk, vigyük. Azt így gólopunk. Köszönjük a kerítőt. Csináljuk úgy, ahogy az előbb. Okay. Jó. Mi van, nagyon megkötöttem? Hát úgy nezem. Léci, ugor neki. Többet azt kibogoztam. Még a körmém is letört. Nem kellett valannyira előtted. El kell menjek a körmém. Egyesével, nem Jani? Persze. Igen, persze. Hagyjátok a végére vékony papírt, hogy gyulladjunk be. Na, ez fa. Jó, egyszer kapja, és akkor majd ráhúzzuk. Szerintem el fogja kapni. Ha ránézünk, nem? Vége jön! Még egy kicsit! Ó, gyereke! Jó, hogy? Jó? Ácskapocs. Várjátok. Jó.
Csak jó, hogy felhoztuk a másik aksit. Nem bírja ki ott? Nem. Mikor már kemény, akkor már nem bírja ki rendes. Kicsit emessük vissza, Jani, ezt. Nézzük, hogy áll a kapu. Ez meg kell emelni. Tudom, csak tedjük be a másikat is, hogy hogy jön ki. Jó lesz. Jó, pont jó lesz. Ki van ez mérve? Köszönöm szépen. Most körülveszem egy csőkút. Az jó lett volna, igen. Lényeg az, hogy halljon meg egyszer. A kávé. Én nem tudom, miből csinálták ezt az akácfát, de rohadt kemény. Ez én magasra kemeni másik felét majd, hogy nem. Egész a tetején lesz az oszlopnak. Igen. Kész! Na, jó. De nyílik, az a lényeg. Persze. Nyílik meg stabilis, nem? Ja. Oké, de belemerünk húszegeket. Igen, meg kell majd a nagy karpásra támasztani addig. Ja, ez megyik. Ez a következő. Gondolom én. Abszolút. Ha minden sikerül, meg egy szintbe lesz az oszlopokkal. Ha? Hát muszáj, mert ezt ugye viszintre kell oda átvigyük. Igen. De... így, mehet föl. Nem jó, hagyjad. Hogy a p***jába? Lent jó, nagyon görbe ez az oszlop, látod? Fenébe, gyerekek, most ez mi lesz? Itt már olyan, annyira elgörbül befele az oszlop, hogy már nem. Ott hogy áll, Jani? Összeér a kapukét szárnyal? Szentit hagyok, érted? Hát annyit kéne, csak akkor már itt nem fogom tudni ezt felszerelni. Alul? Alul igen, de hát most egy... az... hát egy ilyen oszlopot még nekiállítanak. Tehát itt kettő lenne. Értem. De nem hülyesség, de mondok egy másikat. Na, hogyha csak ezen az oszlopon hajtanánk, érted, kivennénk ezt, nem tart sem eddig, ott lent. Igen. És annyival bejebb hajtanánk az oszlopot. Most ez így görbe, érted, hogyha most ez az alja marad, úgyis ott van. Tetején meg hajtunk befele egy 8 centit, ide betoljuk. Hát jó. Ezt újra lefúrjuk, akkor nem tud mozogni, majd itt megdöngöljük. Nem? Az a legegyszerűbb, és akkor tud menni ebbe az oszlopba. Csináljuk szerintem ezt. Kiveszem ezt a két csavart. Ez most már szerintem jó kell, ilyen próbáljuk egyszer oda. Így lenne az igazi. Hogyha ezt így tudnánk fixálni. Akkor jelölt be. Akkor jó is lenne. Szuper, Nagyi. Így van, jó. Nem? Hogy az előbb miért nem így csináltuk? Hát, nem tudom. Ez a sok egyszerűbb, de... kicsit jobb. De hogy állott? Van itt három, tehát... az nem baj. Becsukódik, akkor jó lesz az pont. Baj, az úgy jó. Jó. Jók, ez jó lett. Jó, igaz? Nem b***a semmit. Jaj, de jó. Hát, szuper. Jó. Hát ezt a kaput megcsináltuk. Zárul. Nagyon jó. Ezen itt már nem jönnek be az őzek. Lehet, hogy alatt bebújik még egy kisebb róka, egy vaddisznó. Itt már nem jön be semmi. Mondjuk. Itt még simán bejön, de ez majd a következő nap feladata lesz, hogy a kerítés is elkészüljön. Nézzük meg, mi van a füstölőben. Na, mi van a füstölőben?
Füstöl, Pityu, mit csináljunk? Hát a kedérot, ha levertsük, ha nem, akkor... Na, megyek, megnézem, mennyire van füst, jó? Jó. Eléggé. Hol raktuk a májast? Ott van. Arra, fel. Fogjad, ügyed ki. Oké. Okay. Hú, itt azért jó füst van fönn. Hova tegyem ki? Megállja. Hú. Hú. És akkor van még? Nem, többit hagyjuk még. Fogod? Levitem. Hú. Van bent füstát, füstölő. Nyilván legyen. Az a jó, ha van. De szerintem jó. Füstszaga van, nem? Szagod meg. Most én nem érzek füstszagot, mert ott voltam benn. Nekem most minden füstszagú. Tiszta segítesz, Léci, mert benn voltam a füstölőbe, tele van az orrom füsttel, meg a Pityunak is. Ne kéne ezt illatolnod, hogy van-e már füstszaga, vagy nincs. Uh-huh. Mert ez a májas, szelőmájas, nem szabad sokáig hagyni. Uh-huh. Érzem a füstszagot. Igen? Akkor megkóstoljuk. Várjál, Pityu, letörlöm az asztalt. Jó. Norbi. Karolról levesszük? Levesszük. Hoztam egy kis kenyeret. Gyűjj, az jó lesz. Na melyiket kóstoljuk meg, te melyikre tippelsz? Szavazol. Legyen ez, nem? Ez úgyis kidurrant. Ez a darab. Akkor azt. Mi van? Füst? Van. Van? De nem sok. Nem kell sok. Azért. Jó. Jó, ugye? Mm. Ebben vannak direkt ilyen nagyobb darabkák? Aha. Ja. Eleve úgy csináltuk. Mm-hmm. Nézzük, mit töltöttünk. Jó, töltöttünk. Mm-hmm. Mm. Hát szuper jó. Nagyon jó. Na, megnézzük a disznósajtot is? Nézzük. Nézzük. Mi bajunk lehet? Végül is semmi. Finom, jó íze van. Szuper. Egyre több dolgot nem rontottunk el. Nem. Szerintem semmi. Egy hét után is azt gondoljuk, hogy sikeres volt a disznóvágás, mert múlt héten azt éreztük, hogy minden összejött, de most, hogy már megkóstolhattuk az első füstöltárút, még inkább azt gondoljuk, hogy minden összejött. Úgyhogy... Hajrá. Hajrá. Vagy ha mit szoktunk ilyenkor mondani, Pityu? Mit szoktunk ilyenkor mondani? Jó itt vagyod. Nem, az, hogy életérzés kalaznó. Igen, na, mondja. Életérzés kalaznó. Yes! Azt mondja, hogy mennyit mondod? 104 méter 5. És akkor 160 valamennyi. Ha kedvelitek a videóinkat, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és így egyből értesültök az új epizódokról.